Tovább folytatódtak a zavargások Hollandiában a szombaton bevezetett kijárási korlátozások miatt, a tömeget könnygázzal és vízágyúval oszlatták. A csehek órákat várakoztak a német határon, miután Németország magas kockázatú területnek nyilvánította Csehországot. Szerbiában a kínai vakcina miatt alakultak ki hatalmas sorok, ezért a kormány korlátozta az internetes regisztrációt. Eluralkodott a káosz a holland városok utcáin, miután a hétvégén éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, most először a II. Világháború óta. Egy városban kifosztottak egy áruházat, máshol autókat gyújtottak fel a rendbontók. A tömeget vízágyúkkal és könnygázzal próbálták kiszorítani a rohamrendőrök. Elszabadultak a dolgok, az emberek teljesen elvesztették az eszüket. Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk, de meg kell őriznünk a nyugalmunkat, mondta ez az amszterdami férfi. Kilométeres kocsisorok alakultak ki a cseh-német határon, miután a német kormány járványügyileg veszélyes területté nyilvánította Csehországot, és kötelezővé tette a határátlépéshez a negatív koronavírus teszt felmutatását. Az ingázóktól Bajorország két naponta, Szászország heti kétszer kér friss tesztet. Kissé diszkriminatív. Persze sok fertőzöttünk van, de a hozzánk érkező németeket is tesztelni kellene, mondta ez a férfi. Szerbiában a kínai vakcina miatt alakultak ki kilométeres sorok az oltópontokon. Az országba több mint 1 millió adag érkezett a Sinopharm oltóanyagból, ezért a kormány lehetővé tette, hogy akik azt választják, soron kívül is megkaphassák az oltást. A rendkívüli érdeklődés miatt végül meg kellett szüntetni a lehetőséget. Egyáltalán nem látok semmi különbséget. Évtizedek óta kapom például az influenza elleni védőoltást is. Nem értem az előítéleteket ezzel a vakcinával kapcsolatban, mondta Goran Markovics filmrendező, aki az első között kapott a vakcinából. Ukrajnában viszont enyhítettek, újra nyitottak az iskolák, az éttermek, sőt az edzőtermek is. Az egészségügyi miniszter elmondta, a jövőben regionálisan terveznek szigorítani, amennyiben szükséges.